A Balázs meseíró nagyon fontosnak tartja az olvasókkal való személyes kapcsolattartást. Szívesen vesz részt író-olvasó találkozókon, közönség találkozókon, dedikáláson, és nagy becsben tartja a gyerekektől kapott rajzokat, leveleket, kartonpuszikat és plüsbajuszokat. Ma három bajusz gazdát keres című meséjét hozta el nekünk születésnap falván három beszélő bajusz egyszer csak leugrik gazdája orráról, és világgá megy. A kackiás kunkori koma zsiványnak áll, a fityegő harcsa szomszéd feleséget keres magának, a legkisebb bajusz legény pedig kedves bajusz trombitásként próbál szerencsét. Vajon nagypapa bajusza is tud ilyen csodákat? Drágáim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, engem úgy hívnak, hogy Víg Balázs, és azért jöttem, hogy meséljek nektek a Három bajusz gazdát kereszt című mesekönyvemből. Ennek a mesekönyvnek idén ünnepeljük a 10 éves megjelenését, ezért közületek lehet, hogy van olyan, aki már ismeri, az majd összehasonlítja, hogy amit felolvasok, az arra jól emlékezette. De sokan, sokan most fogtok vele találkozni, és mivel kevés időnk van, ezért azt javaslom, hogy vágjunk is bele a közepébe, tehát három bajusz gazdát keres. Ezt a mesekönyvet Kárpáti Tibor barátom rajzolta, hogyha a kezetekbe kapjátok a könyvet, mindenképpen nézzétek meg, szuper illusztrációk vannak benne. A város határától egy gondolatnyi távolságra, a bicikli utakon is túl, ahol nem jár sem autóbusz, sem pedig villamos, és az emberek nagy-nagy szeretetben élnek, húzódik egy falucska. Születésnapfalvának falvának hívják. Hogy honnan kapta a nevét, ezt nem nehéz kitalálni. Születésnap falva minden lakója ugyanaznap ünnepli a születésnapját. A jeles napon az öreg cukrászbácsi akkora tortát készít, mint egy tízemeletes ház, és olyan széleset, hogy öt perc alatt még futva sem lehet körbeérni. A fákat és a bokrokat szaloncukorral aggatják tele, éppen mint karácsonykor a karácsonyfákat. Hát ugye most már közeledik a karácsony, úgyhogy mindenki gondolja azt végig, hogy minek körülne, milyen ízű szaloncukor legyen a fán. Na mesek, hogy én összegyűjtöttem néhányat, hát ha pont a kedvencetek is benne van. Akad mogyorókrémes, kókuszos, zselés, joghurtos, lágy csokoládéval és gumicukorral töltött szaloncukor is. Ebből, amit mondtam, nincs minden leírva ide, majd nézzétek meg, hogy vajon mi volt ez, amit csak most találtam ki. Ha valaki megéhezik, csak odáll egy fához. Jó alaposan megrázza, és már is annyit lakmározhat, amennyit csak belefér. A házakat sós kürtős kaláccsal díszítik, és csokoládé mázzal festik le a falakat. A puha bárányfelhőket rózsaszínű vatta cukorra cserélik. Aki elég kitartóan nyújtózkodik, meg is kóstolhatja őket. Na hát, akinek most van kedve, az nyújtózkodhat egy nagyot. Nem tudom, hogy el fogja érni valahol fönt a rózsaszínű vatta de aki nem akar tornázni, mert otthon ül a kanapén és éppen jól érzi magát, az megnézegetheti Kárpeti Tibor rajzán, hogy vajon milyen finomságot talál. Vannak gyümölcsök, vannak édességek, van egy bajuszos bácsi is valahol, és ha a Kárpáti Tibor itt lenne, akkor megkérdeznénk tőle, hogy vajon ez milyen állat. Szokták rá mondani, hogy rozmár, azt is, hogy fóka, azt is, hogy egy kisegér, bár a kisegér az majdnem akkora, mint ez az ember, és azt is hallottam, hogy hóember. Hát lassan annyira hideg van, hogy még akár hóember is lehet. Ha azt kérdezed, hogy lehet születésnap falvára eljutni, azt mondom, hogy megvan annak is a módja. Ha elalvás előtt erősen gondolsz rá, már is ott teremsz. Lehet, hogy hullámvasúttal érkezel. A sinek körbe-körbe futják születésnapfalvát, több emelet magasan keresztezik egymást, kanyarodnak és csavarodnak. Ha szeretnél odalent is körülnézni, nem kell más tenned, mint megnyomni a jelző gombot akár csak egy autóbuszon. Jelzés után az ember ejtőernyővel érkezik a földre, a bátrabbak pedig kötélen ereszkedhetnek alá. Nem kell attól félned, lepottyansz, megütöd magad, ugyanis egy nagy, felfújható gumiszőnyegre huppansz. Akkor sincs baj, hogyha nem szereted a hullámvasutat. Jöhetsz több száz léggömbbe kapaszkodva, madarak hátán, és még kenguru erszényében is. Remélem, hogy közületek mindenki nagyon szereti az állatokat, mert most igazi születésnapfalvi állatokkal fogunk megismerkedni. Születésnapfalva határában olyan hatalmas zsiráfok sétálgatnak, hogyha megéheznek, egyenesen a csillagokból kell falatozniuk. Közelebb vannak ugyanis az éghez, mint a földhöz. Az emberek között pupu tevék bóklásznak, a pupjukban málna szörpel. Egy fájós fogú krokodil is itt vendégeskedik, de őszintén megígérte, hogy senkit sem fog megkóstolni. Napestig sorolhatnám a sok-sok látványosságot és játékot, de lehetetlen volna mindent elmesélnem. Nem tudsz olyan kitalálni, amit születésnap falván ne próbáltak volna már. Idén a falucska közepén egy kör alakú nagy színpadot építettek, körös körül léggömbökkel díszítették. Olyan nagy volt ez a színpad, hogy egyszerre több előadást is tarthattak volna rajta. Délelőtt ügyességi versenyt rendeztek: volt a célba lövés, békaugrás, zsákfutás. Aki győzte szuflával, akár mindenre benevezhetett. Azután mozivá alakult a színpad, a mozigépész egyenesen az égboltra vetítette a rajzfilmeket, egyiket a másik után. Majd a bűvész következett, aki elvarázsolta először a nézőket, aztán a falucskát, legvégül saját magát is. Így azonban nem lehetett jót játszani, úgyhogy inkább mindent visszaváltoztatott olyanra, amilyen volt. Nagy tapsot kapott, tapsoljunk meg a bűvészt! Ekkora már összesereg lett születésnapfalva apraja, meg a nagyja, az idegenből érkezettek, sőt még az állatok is. A nézőtéren nagy izgalom támadt. Élt ugyanis születésnapfalván két uraság, akik minden évben csak ezen az egy napon merészkedtek elő az otthonukból. De volt is ám nagy csodálkozás, mert ők ketten elhaladtak. Hogyan bírta volna megállni bárki is, hogy utánunk ne forduljon, amikor a két uraságnak olyan csodálatra méltó bajusza volt, hogy hét határban sem akadt sehol hozzáfogható. Először pöndöri uram lépett a színpadra. Szép kunkorban végződő, vastag, tömött, fekete bajusza volt. Szinte ki sem látszott, mögüle az arca. Csak két vidám szeme pislogott, és két nagy füle hallgatózott taps után a nézőtéren, ki is tört az üdvri valgás. Éljen, éljen, Pöndörű uram, és az ő csodaszép bajusza, kiabálták körös körül. Ezután fancsali uraság is a színpadra lépett. Szegény, még a cirkuszban sem volt képes mosolyogni. Szomorkodott, sírdogált egész évben. Csak az ünnepre merészkedett elő, nehogy még szomorúbb legyen, amiért otthon üldögél, míg a többiek mulatoznak az emberek, amit megpillantották, Fancsali uraság, két oldalt lecsüngő, szőke bajuszát, menten elálmultak. Mennyit nőtt tavaly óta? Talán a sok könyvtől, amivel fancsal uraság öntözte. Kisián a földet súrolta, annyira hosszú volt. Éljen, éljen, fancsali uraság, és az ő hosszú, hosszú bajusza. Pöndöri uram és fancsali uraság mellett idén először Hóborti úr és a színpadon szerepelt csetlő botló léptekkel indult meg. Először hátrafelé, azután megint a rossz irányba. Böndöri pönderi uramnak és Fancsal uraságnak kellett segítenie, hogy Hóborti úr ne háttal álljon meg az embereknek. Majdnem hazaszaladt, úgy megijedt a rászegeződő szempároktól. Hogy miért volt a bajusza olyan rendkívüli? De azért, mert igazi mutatványokra volt képes. Amíg hóborti úr zavarban volt, Bajusza egyik vége fölfele ágaskodott, magasabbra szökött, mint Hóborty úr feje búbja. A másik vége ekközben lefelé lógott. Azután, amikor Hóborty úr elszomorodott azon, hogy ilyen zavarban van, a Bajusz addig ágaskodó hegye is szomorúan lefittyett. A nagy sikertől azonban a Bajusza váratlanul emelkedni kezdett. Fültövön is csapta a uraságot, aki ettől nyomban elpittyeredett éljen, éljen, hóborti úr, és az ő izgő, mozgó bajusza. Ott volt pöndöri uram, fekete bajuszával. Ott volt fancsali uraság, szőke lecsüngő bajuszával. Ott volt hóborti úr, az izgő, mozgó bajuszával. Nagyon szép uraságok voltak, de hát ki gondolta volna, hogy ezek a bajuszok, ezek beszélni is tudnak. tapsiharban még a három gazda sem hallotta meg a sutyorgást a tulajdon alatt. Nézd csak, kunkorikoma! Micsoda bajusz, Látom, harcsa szomszéd! Bizony, akármilyen hihetetlen pöndör uram kacifántos és fancsad uraság fityegő bajusza szólalt meg. Hogyan? Hát ti is tudtok beszélni? kérdezte Hoborti úr bajusza. Azt hittem, én vagyok a világ egyetlen beszélő bajusza. Dehogy is, dehogy, dehogy nevetett. Kunkori koma és harcsa szomszéd akkor azt hiszem, illene bemutatkoznom. Nevem? Kedves Bajusz! Na, nem csak azért, mivel kedves vagyok, nem pedig goromba, azért is, mert az emberek mindig látják rajtam, hogy milyen kedve van a gazdámnak. Örülök, hogy megismerhetünk, kedves bajusz, mondta Kunkorikoma. Engem Kunkorikomának hívnak, a barátom itt pedig harcsa szomszéd. Bizony, nagy-nagy erőfeszítésükbe került, hogy csendben maradjanak. Annyira izgalmas volt ez a találkozás. Ők is, akár csak a gazdáik, a közönségre mosolyogtak. Születésnap falva lakói éjfélkor indultak hazafelé. Nagyon, nagyon álmosak voltak már. Útjuk során leszedegették a díszeket, rendbe rakták falvacskájukat. Mindenki ajándékokat cipelt a hóna alatt. Amikor a három gazda is hazaért, a beszélő bajuszok összesúgtak. Ha a gazdáink elaludtak, szökjünk ki, és találkozzunk a házunk mögött, a pajtában ajánlott a kedves bajusz kunkorikomának és harcsa szomszédnak. Tetszett az ötlet nekik is. Már előre várták a nagy kalandot. És hogy milyen kalandok fognak velük történni? Hát itt kunkorikoma látható, aki elmegy, és meg sem áll a falu széli teivóig, ahol a szomorú zsiványok bajuszának szegődik. Az lesz az új neve, hogy koma. Itt látható harcsa szomszéd, fancsali uraság bajusza, ő rájön arra, hogy a néniknek nincsen bajusza, de fejébe veszi, hogy ő csak akkor lesz boldog, hogyha talál magának egy bajusz feleséget. Ezért a legkisebb a rozmárlány bajuszának fog udvarolni. A harmadik bajusz pedig Hóborti úr bajusza, kedves bajusz, elmegy a nagyvilágba azért, hogy híres trombita művészé váljon. Sok-sok kaland történik ezekkel a bajuszokkal, olvassátok el, az a címe a mesének, három bajusz gazdát keres. Köszönöm a figyelmet!